Na, ciao, itt Rubenko, és üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Ebben a mai videóban egy kicsit eltérő lesz, hogy nem a közlekedésről fog szólni ez a mai videó, hanem hát itt vagyok a Városligeti Majálison. Vagy hát mindjárt ott leszek, mert hogy oda sétálok. Tehát megnézem a Majálisért, csak ami lényeges, azt fogom videózni, mert árajem az nem olyan jó, szóval 40 percet tudok ki videózni nagyjából, de igazából tényleg a lényeget fogom megmutatni. Szóval, ja. Gondolom lesz Dodge-em. Mi az? Szóval ilyen vidámparki dolgok lesznek még, szerintem. Ha ilyen hullámvasút, akkor arról megcsinálok felvételt. Meg én közlekedésről meg annyi, hogy milyen nehéz ide jutni. Már milyen nagy tömeg van a Kisföld alattin, de tényleg a lényeget fogom megmutatni. Szóval most nem fogok minden részletesen, mert nincs arra idő. Akkor az egy órás videó is lehetne, de azt nem tudom ebből kihozni. Na de majd ott akkor majd bekapcsolom a felvételt, és akkor majd mutatok nektek párat. Na itt vagyok a Majálison már. Hát jó, sokan vannak. Én hülye, mert nem jöttem ki korábban. Hát ilyenkor egy-két órakor jövök ki. Szerinted Dodge-emre várni kell, vagy egy órát, hogy oda juthassál. Ez nem is elég, az úgy van, hogy körbeálljátok ott a pályát, és akkor mindenki fut. És ha nem maradtál, akkor így állt, szóval ez ilyen. És ja. És ez szar, mert nyilván felnőttek azért gyorsabbak egy kamasznál talán. De nem tudni. Ha bevallom nektek ezeket a nyílt tömeges helyeket, mondjuk meg utálom. Én azt a fajta tömeget szeretem, ahol álltok, mondjuk metróba, össze vagytok zárva és nyomorogtok. Ezt szeretem, de ezt a nyílt tömeget azért nem szeretem, mert mindenki megáll az út közepén, lassan sétálnak, így nem itt, de ott. Meg azért láttam, hogy ott már. De olyan lassan a hídon, hogy na. Meg azért viszonylag itt tűrhető, de a hídon az nagyon kemény volt. Még kicsi is volt a hely, meg minden, szóval, ja. Hát ez. Na hát itt vannak kaják, engem úgy annyira nem érdekelnek. Mert én azért ilyen helyeken nem is szoktam azért én enni. Én inkább, hogyha valami baseball sapkát, hogy ilyet néznék magamnak, nem mondjuk karórát, amiket láttam. De most kijöjjek ide enni, én nem. Nem mondjuk meginni valamit, az maximum. És ennyi. Engem inkább a vidám park része érdekel. Dodge-em meg ezek. De eljutunk majd oda is. Most jövök a Dodge-em, tehát ezt nem láttátok, mert külső kamerásom nem volt, mert egyedül jöttem. Meg kettő Dodge-emezés közben nagyon veszélyes így telefonnal. Tényleg, mert most a stabilizátorom megint nincs, mert valami szar megint van vele. Amikor csináltam volna egy videót, azt most nem mondom el nektek, mert ez meglepetés. A tartó gumi, az így levált róla. És egyszerűen ráhelyezem a telefont, leesik az egész. Szóval nem marad meg rajta a telefon. Szóval így megint így két-három újjal kell fognom a kamerát, de amúgy sem túl biztonságos azért így. Hogy is mondjam, Dodge-emmel így, hogy belül ott kamerázgatsz, mert ott tényleg ott azért nagy csapódások vannak, kiesik a kezedből, vagy valami. Nem tudsz úgy koncentrálni, szóval ez külső kamerás kell. Másik, hát jó, lehúztak, mint a szart. Kettőt mentem, 3-4 perces a menet egyébként. És 4000 forint, kurva anyjukat. 5000-es volt nálam, mert azt mondom, hogy ez pont ott sok lesz. Spanyolországban pedig 2,5 euró. Ez 700 forint, és a sokkal komolyabb, ott 8 percet kapsz. Sokkal nagyobb a pálya, mert sokkal komolyabb. Szóval jól lehúztak, mint a szart. Ide 20-30 ezer forint a minimum jönni kell, mert most így baszki semmire nem tudok felülni.
mert nyilván egy menet nem elég, mert 3-4 perc. Szóval egy olyan nem alakult túl jól ez a majális. Jó, még erre fel sem mernék ülni, most megmondom nektek az őszintét. És lehet mondani, hogy kisgyerekek felmernek ülni, akkor én miért nem? Igen, ők még valószínűleg nem úgy fogják föl, mint nagyobbak. Na anyát, hát arra sem ülnék fel. Szóval most nem is bánom, hogy annyira lehúztak, mert olyan dolgok vannak, amire fel sem merek amúgy ülni. Óriás kerék, azt leszarom, mert ez nem a Deák téren. Szóval ja, ez a vidám park. Hullámos ez az én kis kisgyerekeknek való, hát arra nem, arra meg sajnálom a pénzt. Hát jó, így most annyira nem is bánom, hogy hogy nem. Én ennyit tudtam mutatni igazából a majálisról, nem tudok mit. Igazából ételeket még nem mutatom. Ez ennyi. Veszek magamnak egy neszteát. De ennyi. Nekem nem annyira tetszett ez a majális. Majd később visszajövök, de ezt már aztán a videón kívül egy haverral, egy baráttal hát csajozni. Nem mondjuk csak úgy a tömegbe, de egyébként úgy már így főképp nagy indokból nem tudnék ide visszajönni. Nekem ez most nem annyira tetszett, nem fogott meg. Mert nagyon ezekkel nem merek felülni erre az izére, olyan magasra felvisz. Mint talán arra az izére. Arra nem, de a másikra még, amit mondtam. Várjátok, hogyha mutassam meg nektek. Igazából a mások azt tartom meg, hogy a beérkező, ideérkező járművek, hogy meg vannak terve, és megpróbálok videózni. Mint talán arra még felmernék, mondjuk így szárni, még ott forog, és akkor így felleleng. Talán még arra. Többire nem. Meg az ugrálódát, és mit ugráljak már. Meg az jó izéket, bukfencöket lehet nyomni. Magyarországon szar az a helyzet, Magyarországon. Szóval Spanyolországban igazából állandó vidámparkok vannak. Meg ott ilyen játékterem van. Felnőtteknek, gyerekeknek. Szóval nem úgy, Magyarországon csak felnőtteknek van. Mert nyáron nem tudom, lehet, hogy megy ki a család. Már rokonság ott lakik kint Spanyolországban, és azért járunk oda annyit. Ma remélem tudok róla minél hamarabb videót csinálni. Egyszer biztos tudok róla videót csinálni, csak nem tudom mikor. Mert nem tudom mikor fogunk menni. Na hát itt tele van emberre, tényleg csajozni jöjjetek inkább, mert abból van. Ja, majd ez egyedül nem olyan jó. Tényleg egy baráttal. Jövök egy baráttal majd később, ha ő is tud. Szóval ennyi. Arra fel nem izé. Azokban nem is bízok ezekben a vidám parkos dolgokban, mert egy ilyen kötélen, izé lóksz, vagy izé repülsz, elszakad, leesel, megdög lesz. És nem akarok ilyen negatív lenni most, bocsánat, de hát az embernek azt mondja, hogy elmegy a kedve, de igen, ha nem olyan jó. Esküszöm, elmentem volna inkább a 74A trolli vonalra egy Icarus 412-es, vagy a Gun Solaris-ra tényleg, és ja, mint hogy ide kijöjjek. Jövőre nem hiszem, hogy jövök egyébként ide. De viszont most teszem be, hogy fölírtam magamnak, van máshol is majális, csak itt a legnagyobb. Még azért elmegyek, megnézem a Bikás partnál is van valami. Megnézem. Itt a kertvárosokban vannak még. Szóval most oda majd később elmegyek, szóval azért nem lesz ennyi a videóban, szóval most végig csinálom. És ennyi. És ott van valami kis történet, akkor ezt bemutatni tudom, és sajnos felülni nem tudok rá. 5000 forintot hoztam el magammal. Ezt... Jaj. Ja, megszívtam. Nem baj, akkor most a beérkező járművekre szállok, mint Kisföld alatti 30-as busz, amik itt tömve vannak, és belül próbálok meg videózni. Mint a metrók mondjuk. Az én 4-es metró furcsátom, hogy nem volt megtömve, de a 2-es az szerintem megvolt, mert ott voltam az Deákon, és 2-esről nagyon sokan jöttek. Szóval akkor majd azt még látjátok.
aztán jól találkozunk máshol, most ezt a városligetit ezt elhagyjuk, és jövőre én ide ki nem, bennem teszem a lábam ide jövőre, mert nem. Engem ez nem fogott meg. Na talán valamelyik másik. Na jó, nem akarok ilyen negatív lenni. Mert tényleg esküszöm, inkább elmentem volna 82-es trollizni, az úgyis olyan jó környékeken jár, vagy elmentem volna a 74-esre, 74 arra, vagy a 77-esre elmentem volna 4-11 tével. Tudom, nem jár rajta, csak most így mondtam. Tényleg elmegy az ember hegyit átrázni inkább, vagy hát én. Nekem ez nem fogott. Meg a dodge-om azért úgy jó volt, úgy, ahogy ezért már rég dodge-meztem, meg azért szeretem. De engem ez, hogy itt engem felvigyenek oda a magasra, meg ott lógjak, lengjek, hát egyrészt, hogy nem ismerek felülni, másrészt nem bízok ezekbe. A karma engem nem annyira érdekel. Nem, hogy jön a nyár egyébként, hiszen tényleg már befejezem a szöveget, aztán már a tömeget fogjátok látni, csak van annyi, hogy nyáron én nagyon szeretem, ami nekem fő hobbim nyáron, ez a vízi parkba, strandokra járni meg. És meg a vízi csúszdázás, azt egyszerűen imádom. Szóval, ha lesz fejkamerám addigra vízálló, akkor mondja, azokról tök jó felvételek lesznek. Nyilván nem csak a tömegközlekedésről szeretnék videót csinálni, szóval egy kicsit így kieső videókat is szeretnék csinálni. Mert érdekességekről persze, de nagyrészt tömegközlekedés persze, mert ez érdekel a legjobban, de egy más is. Sok minden érdekel, de ezek úgy nem. Vízi csúszdázás, ezt imádom. Akár egy nagy hegyi túra, barátokkal, de egyedül is, kirándulás, túrázás, ezt szeretem. Jó, most a hobbiamiről nem akarok beszélni, mert tényleg elhúzódik az idő. Na, akkor a tömeget majd láthatjátok. Ahogy tudok videózni, nem tudom, hogy tudok, majd ott is, de nagyon megpróbálok. Leszálltam, hogy be tudjam nektek mutatni, de néznek az emberek. Istenem, halljátok! Mint ha valami közveszélyes bűnöző lennék, úgy néztek rám, mint itt videóztam. Ügyék, barmok. Na, megvárjuk a következőt, és akkor arra megpróbálok így videón keresztül felszállni, csak nem akartam ott a hősütére inni, mert ott tényleg kérdéses volt, hogy feljutok-e, mert ott pont jöttem el tró. Na, de hát igazából most visszafele megyek egyébként, mert majálisra sokan mennek is, jönnek is, szóval ez így megy. De majd akkor csak csodáljátok meg ezt a szép metró megállót. Ne is újtsák fel, így korhű, teljesen jó állapotban van. De ez az egyik legszebb egyébként azzal az oszloppal, ez nem is oszlop ez, de oszlop. De nagyon jó néz ki, ne újítsák fel, egyik legretróbb. Ma lesz olyan egyes metró megállóiról videó. Na, majd nézzétek, ahogy majd metróra majd felszáll, csak így ez a veszélyesség egy kézzel. A kis oldal alatt gyorsan záródik az ajtó úgy csukódik, hogy kiveri a kezembe a telefont, mert úgy jön ki a lépés. A tartani kell, akkor csak egy kézzel tudom, szóval ez veszélyes, de megkockáztatom. Csak nem lesz semmi baj, végül ugye lemarad a telefon, vagy valami. Úgy csapódik az ajtó, így a kezemre kicsapja, ha olyan helyzet van. Na mindegy, akkor nézzétek a felszállást. Na jó, jön a nyomorgásom. Thank you.
Na hát itt vagyok Új-Budánál, a Bikás Parknál, és hát itt is van ilyen majál is, hogy gyorsan körbenézek igazából, szóval, hogy kipróbálni már nem akarok úgy mit, csak így bemutatni, ilyen szép lakóházak épülnek itt egyébként. A terve az, ha már majál is, nem tudtam olyan jó videót csinálni, akkor arról csinálnék videót, hogy próbálnék videót csinálni, az N41-es vonalon közlekedik egy ilyen MÚV, azt hiszem. Ilyen nosztalgia járat. Ha fizetős és még pont kitelik 1000 forintból, meg úgy adódik a helyzet, akkor utazok vele és akkor bemutatom. Meg igazából 4-től 7-ig lesz metrófesztivál, szóval akkor azt a kettőt megpróbálom nektek bemutatni, és akkor már egy tök fasza videót tudok nektek csinálni. Majálisról, metrófesztiválról, igazából nem kell gondolni arról se. Semmi extrát nem kell gondolni arról, se csak annyi, hogy ezen élések vannak, szólja. Na hát semmi extra. Vannak kaják ugyanúgy. Aztán ennyi. Nem fogjuk túltolni az egészet. Többet már nem tudok mutatni a Fővám téri metró koncertről. Igazából jó. Szóval igazából hallgatni lehet, meg videózni, de nyilván órákat nem lehet itt eltölteni, mert azért nem azt nem lehet, hanem hogy most felesleges szerintem órákat azért eltölteni. Igazából annyira nem duranás, de egyébként gratulálok nekik, mert tényleg tök jól nyomták egyébként. Igen, ennyit mutattam ebből, most megpróbálok az N41-es nosztalgia járat a nyomába eredni, hogy mégis mi van vele, hogy jár-e az egyáltalán, vagy mikor jön, akkor mit, hogy.
És hát nyilván akkor a Majál is azzal pótoltuk, hogy én nem mutattam meg olyan alaposan, nem tudtam olyan jól megmutatni a Majálist. De cserébe még ilyen programokra, ilyen május elsői programokra elviszlek titeket. Ha valaki más megmutatja szerintem, mert valaki más azt úgyis levideózza. Most azért szerintem nincs még egy, aki levideózza az N41-es nosztalgiai járatot, ezt, meg a majálisokat. Sajnos a kettőre tudtam elmenni, pedig még a 16. kerületben is van egy. Ja. Ennyi, akkor spottoljunk egyet. Itt nem lehet olyan jó spottolni, de ott lehet egy jó spottolni. Én mondom, már kellene ilyen csak spotting videó, hogy csak spottolgatunk, és én nem beszélek bele. Akkor egy jó felvételt. Talán így lesz a jó szerintem. Lett a felvétel, pont most homályosodott el. Nem baj, de legalább a szöget azt láttátok, hogy úgy jól állt, hogy így fordult egy picit a villamos. Na, akkor megpróbálok ennek az N41-es nosztalgiai járatnak így utána járni. Na, mindenki pörög ma. Én is egy kicsit amúgy. Na, nézzük csak. Oké, Deák feled nekünk nem kell. 3 perc múlva jön egy 47-es villamos, ezt akkor el is csipem. Nekem a Móriczra kell mennem, mehetnék metróba, és már tököm tele van 2-es, meg a 4-es metróba. Minden nap azzal járok, az a még suliba. Amúgy is összességében, ma is mentem vele, vagy 5-ször, vagy 4-szer. Hát egy 4-szer biztos mentem már ma vele. És már tököm tele van már vele. Szeretem, meg minden, csak unom már veszem most, mert... Azért hétközben nem is tudom úgy beosztani az időmet, hogy minden nap mondjuk tátrázhassak, vagy utazhassak egy Solaris-szal. Én mondjuk azzal pont igen, hát pont úgy járok haza, de... hogy ilyen ígysége, mondjuk a Superban áll meg, hogy ilyenekkel, a TV6000-es, hát az nagyon kiesik az életemből. Hát de mindegy. Már 1 perc múlva jön. Furcsa ez a kijelző, mert azért még nem voltam, még 1 perc telt el, és már 1 percet mutat a 3 percből, szóval... csal ez a kijelző, nagyon csalóka. De gondolom úgy méri be, hogy... nyilván ahol tart a villamos, vagy valahol itt... nem tudom hol, de van valahol biztosan érzékelő, ilyen láthatatlan érzékelő. Az Asztóriánál tart mondjuk a villamos, akkor 3 percet mutat, de ha mondjuk belehúz, és én Calvin térre jár, akkor meg már 1 percet mutat, szóval érdekes. De valószínűleg így van megoldva. Nem tudom, aki ebbe jártas és szakértő, az írja meg nekem a kommentbe. Az ördeszkások. Már én is szeretnék majd egyszer. Most még nem tervezem, mert majd nyáron. Ma nyáron szeretnék azért ördeszkázni. Még megtanulni, mert én nem tudok amúgy. Na akkor már spottoljuk le itt is. Hogy lenne jó? Arra szabadság itt fele állna jól a spot. De megkedveltem ezt a spottingot, na minden, nem beszélek alá. Csak a politikai dolgok belelógnak, ez annyira zavaró. Nem, futok.